Következő vendégünk Kontor Tamás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, ezek a nagyon megtisztelő rock történet legszebb, szerintem legszebb blues balladáját hoztam el, amiről egyszer csináltam egy videót, és kitettem a Facebookra, és egy Balázs Ferenc nevű felhasználó, akivel nem voltunk ismerősök, nagyon szépeket írt nekem, és nagyon fontos volt az, hogy nem a technikai oldalról, hanem a lelki oldalról dicsért. Aztán nem sokkal később a Korál legszebb dalaink című lemez felvételénél találtam magam vele, és az ő instrukciója alapján kezdtem el gitározni ezzel a hangszerrel. És a hatodik dalnál azt mondta, hogy Tomika, érzette ezt, befejezette ezt a lemezt nélkülem is, biztos, hogy nem kérsz egy kis jégert. Mondta, hogy nem, hát kocsival vagyok fecóan. Köszi, de majd legközelebb is. És azzal köszönt el, hogy ja, tudod, van ott az a dal, már nem emlékszem, hogy melyik, de van az a dal ott a végén, amikor kiszáll az ének, akkor játszod egy szép szólót, tudod, de olyan Geri Moore-osat. És én ekkor láttam őt utoljára. Ma este Geri Moore előtt tisztelgünk, az ő munkássága és az emléke előtt tisztelgünk, de ma este igenis fogok inni egy jégert a fecó emlékére is. Egészségetekre! Since your face.
Tamás! Köszönöm szépen! És akkor kérem a többieket egy meghajlás, és nagyon szépen köszönjük nektek, és akkor gyorsan bemutatnám. Billentyűknél, Juhász előd, basszusgitárnál, Angyal Máté, dobognál, Bucsok Zoltán. Köszönjük szépen! Sok időt, hogy legyen, és uralom!